Na szevasztó gyerekek, köszöntök mindenkit. Itt link egy újabb CMT a V3 Last Endurance videóval. Amiben igazából nem fogunk csinálni semmi konkrétat, csak egy kis update, úgymond. Kis friss info, csemegézzünk egy kicsit, én azt mondom. Hát nagyon-nagyon rég voltam fönn, és ezáltal nagyon-nagyon rég volt videó, egész pontosan nem tudom, olyan 2 hete körülbelül. Lehet, hogy volt már 3, és mióta föl ment ugye az utolsó videó. És hú, de rég voltam fönt, jó Isten. Múlt héten szinte egész végig offon volt az egész. Egész héten. Meg hát előtte héten játszottam azt utoljára. Hát most ennyi az összpénzem, gyerekek. 2000 dollár. És hát tényleg itt vannak ugye a kocsik. És hát nem tudom, nagyon-nagyon gondolkoztam, hogy mondom, eladom a BRZ-t. Oda is eljutottam, hogy eladom, mert hogy minek, meg hogy kéne pénz, meg ilyenek. De ezt most így följöttem, valahogy nem adjuk el. Nem szabad eladni, nem az élet megvéve, nem azért küzdöttem, hogy megvegyem, hogy utána gyors eladjam. Hoppa, rendőr bácsi. Hát, hogy most mi történt így ez alatt a, nem tudom, körülbelül 2 hét alatt? Mondjuk akkor 2 hétnek. A szerven, azt én nem tudom. Milyen update jött esetleg? A mapon semmi olyat nem látok, ami új lenne. És szerintem nem is kell keresni. Az viszont nem tudom, kicsit nem volt új ismerős kocsi. Tehát lehet, hogy az új, az a kis furgon. Aztán lehet, hogy a... Nem tudom mi annak mostanában, tök mindegy. Egy furgon eddig már volt a játékban, lehet, hogy most van még egy. És nem akarok ügyeséget mondani. Na! A lényeg, gyerekek, hogy pont a mai nap jött meg a jogosítványom. Tehát sikeresen levizsgáztam múlt csütörtökön, hála Istennek, és hát elég jó útvonalat húztam, úgyhogy mondhatni, hogy nagyon szerencsés vagyok. És pont előtte nap este, ahogy lefeküdtem, pont arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha azt az útvonalat húznám, mivel az elég könnyű. És ne, mit ad Isten, pont azt húztam ki. Aztán, hát igazából laza volt, nagyon. Kellett egy jobb, és hát na, kellett egy egyéves megfordulás egy olyan szakaszon, ahol végül ugye 90-en lehetett menni, tehát lazán kellett csak tolni. Egyéves megfordulás, majd vissza be a városba, és hát kellett csinálni egy jobbra, előre be parkolást, és hát meg lett simán. Másnap, azaz pénteken igényelve lett a jogosítvány, és hát a mai nap meg is jött. Ami én nagyon meglepődtem igazából, mert azt mondták, hogy 2 héten belül érkezik meg, érkezhet meg. És hát pénteken igényelve lett, és ma van szerd, amikor felveszem ezt a videót, holnap ki is megy, és ma meg már meg is jött. Úgyhogy, ja. Jól van. Ennek igazából nagyon örülök, mert egész eddig ezt vártam, hogy megjöjjön, de azt hittem, hogy csak jövő héten fog. Hát én olyan hét elejére vártam nagyjából, de hát ez meg így tökéletes, tehát előbb el tudok kezdeni úgy vezetni, hogy azért még több rutint szerezzek, úgymond. Na, viszont hát a szerven igazából nem hagytam abból meg semmi ilyesmire ne tessék gondolni, mert lehet, hogy van, aki már megijedt esetleg, nem tudom, remélem nem. Tehát ilyenre ne is gondoljatok, hogy én itt abba hagyom a játékot. Egyszerűen csak kicsit szüneteltem, hát meguntam, hogy kevés pénzem van, mert mindent elcsesztem ugye a kaszinóba, itt, ott, amott. Most viszont lehet, hogy elmegyek egyet buszozni videó után, azért legyen egy kis... Hoppá, legyen egy kicsit több a büdzsé. Hát nem tudom. Egyelőre úgy van, hogy a BRZ-t nem adom el. Tehát tényleg fölvetettem, Jamalnak is mondtam, hogy lehet, hogy eladom. Ki is rögött, mert előtte mondta, hogy nem fog
egy hétnél többet kibírni nálam a kocsi. Hát ez már a harmadik hete, azt mondom, hogy megvan, nem tudom. Úgyhogy tévedtél, bátya, csak nem tudom. Egyelőre még úgy vagyok vele, hogy el is adjam, meg ne is adjam el. Tehát most. Oké, itt van, és így megvan az ötödik autó, ja, az összeset így nézve, valahogy. Meg szép, meg brutál, meg elképesztő. Tehát egy igen fasz a kocsi. Csak jön a másik fele, amiért én úgy vagyok vele, hogy 50-50, hogy eladjam-e vagy sem. Hogy nincs pénz. Az egyik okozó az. De most ha lenne egy 100 000-em, akkor egy csöppet se gondolkodnék el azon. Egy másodpercig sem, hogy eladjam. Mert akkor nem jutna eszembe semmi ilyesmi. Meg hát ér, nem tudom, hogy 850. Hát 700 és 900 között. Legalábbis amikor megvettem, akkor körülbelül annyit ért. Hogy most mennyit ér, az jó kérdés. Azt most nem tudom megmondani. Tehát most nem tudom, hogy mi lesz, hogy eladjam-e vagy sem. Lehet, hogy kikérem a véleményeteket, hogy mi legyen. Mert hogyha eladom, akkor mindenféleképpen elkezdek gyűjteni egy másik autóra. Hát vagy egy E60-ra, vagy egy E34-re, most nem tudom melyik mennyibe kerül. Ja, meg erre vagyok kíváncsi, hogy itt az iratoknál. Nem, megváltoztatja ezt is, bátya. Jogosítványnál is. Mindennél megváltoztatta a képemet, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy neked bágos volt. Mert én itt most névváltással csináltam itt a jogosítványt, meg ezeket. És annyit csak, hogy megújítottam, tehát nem vettem újat, csak útlevélből kellett új, mert ugye azt ugye nem lehet megújítani. Egyébként Josh nem tudom, mikor fog visszatérni. Hát jelenleg itt van a március 27-e. Ma van március 27. Hát nem tudom. Lehet, hogy áprilisban még Caroline lesz itt. Tehát lehet, hogy áprilisban még csaj leszek. Sőt, szerintem akkor legyen is így. Legyen is így. És akkor mondjuk úgy, hogy május környékén majd váltunk. És akkor Josh visszaérkezik majd. De egyébként tök mindegy, hogy itt most mi van. Annyi, hogy kicsit másabb az RP. De így konkrétan ennyi. Hát, ja. El is akkor írjátok le véleményeteket, hogy mi legyen, hogy ráére májusig várni. Tehát, hogy mennyire hiányzik nektek Josh. Mert hogyha nagyon, akkor jöhet haza hamarabb is. Akkor úgy intézem a dolgait, papírunkkal meg ilyenek. De tervezek egy jó kis RP-t, és lehet, hogy majd live-ban fogok hazaérkezni, mármint Josh-ként. Azt viszont előre le kell majd rendeznem, mert akkor úgy kell a névváltás, hogy azt elfogadják majd közben. Mert kitaláltam egy elég jó RP-t hozzá. De egyik haverra lesz szükségem majd. Vagy esetleg Jamalra, most nem tudom. Viszont erre vagyok is kíváncsi, mert volt elvileg egy kis úgymond update. Tehát jaj, hello. Le is lett ez itt igényelve? Mert elvileg törölve lettek a, és hát amik nem voltak bejelentve. Tényleg most is jó, hogy itt bele gondolok, mert el kell mennem bejelenteni a házat meg a garást. Tehát nem voltak bejelentve ingatlanok, azokat törölték a márkerjüket. Márkerjüket, ja. És azokat lehetett igényelni. És most nem tudom, hogy sikerül, azt hiszem sikerült Jamalnak ez a szomszéd ház megvásárlása. Tehát most azt hiszem, hogy ez az övé, legalábbis mint azt mondta volna. Na viszont gyerekek, akkor tényleg írjátok meg kommentben, hogy mi legyen a BRZ-vel kapcsolatban. Szerintetek megtartsom-e, vagy eladjam?
legyen pénz. De hát igazából, hogyha most közben összegyűlik egy 100 000 minimum, de egy 50-es, akkor szerintem nem adom el. Viszont, hogyha továbbra sem tudok ilyen 50 000 fölé menni, semmiképpen sem, akkor elgondolkodok rajta nagyon. Na akkor írjátok meg kommentben, meg akkor Josh-ra kapcsolatban is, hogy van-e ötletetek, hogy mikor térjen vissza. És ja, akkor várom a kommenteket. Na, köszönöm szépen a figyelmet. A következő videóban találkozunk, és még egyszer elnézést, hogy nem volt sokáig videó. Ígérem, most visszatérek, ugyanis a vezetéssel voltam elfoglalva. Majdnem, hogy minden nap mentem. Tehát végére már legalább beindult a dolog. És sikerült is, hál' Isten, úgyhogy ez miatt már nem kell aggódnom, nekem se. Na, akkor köszönöm szépen a figyelmet, következő videóban találkozunk. Én Emen voltam, pacsi nektek, sziasztok!